Köszöntöm nézőinket! Vérplazma központ nyílik a Volt Sliven áruház emeletén április 30-án. Erről beszélgetek dr. Komlódi Gabriellával, a KED Plazma Magyarország igazgatójával. Köszöntöm itt nálunk a stúdióban. Mi is az a plazma? A plazma egy szalmasárga folyadék, a véralkotó része, és ebben különböző fehérjék, immunoglobulinok találhatók. Vannak emberek, akik úgy születnek, hogy a vér valamely alkotó része hiányzik a szervezetükből, vagy pedig életük során kerülnek olyan állapotba, hogy ezen alkotó részek pótlására szorulnak. Az általunk gyűjtött plazmából vérkészítmények, plazmakészítmények készülnek, amelyek gyógyszerek, sok esetben életmentő gyógyszerek. Magyarországon körülbelül 4000 olyan krónikus beteg van, akik tartósan vérplazma készítmény pótlásra szorulnak, azonban ennél is több azon betegek száma, akik valamely más baleset, sérülés, betegség folytán plazma készítményt igényelnek. Hogyan lehet ilyen plazmához hozzájutni, ezt mesterségesen elő lehet állítani? Nem, magát a plazmát nem lehet mesterségesen előállítani. A 8-as és 9-es véralvadási faktort már elő tudják állítani szintetikus módon, de a többi alkotó részt nem. Hogyan lehet ezt adni? A plazmaadás az a véradásnak egy speciális fajtája. A levett vért egy kifejezetten erre a célra fejlesztett gép, a plazmaferezésgéppel sejteselemekre és plazmára szeparáljuk, és a plazma legyűlik egy zsákba, az alkos elemek, sejtes elemek pedig visszakerülnek a donorba. Ez egy zárt rendszeren, teljesen steril körülmények között történik, egy szúrással. Ki adhat plazmát? A jelenlegi szabályozás szerint 18 és 60 éves kor között minden egészséges ember, férfi és nő adhat plazmát. Minimum 50 kilós súllyal kell rendelkezni ahhoz, hogy valaki plazmaadó lehessen. Nálunk minden egyes alkalommal, minden plazmaadás előtt orvosi vizsgálat történik. Vércsoport lényeges ebben az esetben? Nem, plazmaadás szempontjából nincs jelentősége a vércsoportnak. Minden alkalommal vírusvizsgálatot végeztetünk viszont, ami a plazmakészítményt kapó betegek szempontjából nagyon fontos. Mennyire van szükség ma Magyarországon plazmára? Körülbelül 4000 beteg, krónikus beteg van, aki folyamatos ellátásra szorul, és vannak olyan akut állapotok, amikor szintén különböző plazmakészítményekre van szükség. Például egy vérzékeny hemofiliás beteg egy éves gyógyszer ellátásához 1200 plazma donációra van szükség, egy immunhiányos beteg gyógyszeres ellátásához pedig 300 donációra, tehát azért ez azt jelenti, hogy nagyon sok plazmára van szükség. Mi lesz egyébként a levett plazmának a sorsa, hova kerül, kikerülhet-e más országba, vagy Magyarországon adják? Az általunk gyűjtött plazma az a gyár, vagy a vállalat gödöllői gyártelepére kerül. Ott történik a feldolgozás, a gyártás, és elsősorban a magyar betegek számára készülnek ezek a gyógyszerek. Még 1990-ben az Európa Tanács hozott egy állásfoglalást, amely szerint minden országnak vér és vérkészítményekkel kapcsolatos ellátásban törekednie kell a nemzeti önellátásra, és ennek szellemében 2005-ben kezdődött Magyarországon a plazmaferezés program, és mi ma is ennek szellemében dolgozunk, tehát a nemzeti önellátást biztosítjuk. Mint ahogy már említettük, április 30-án nyitnak, igen. Hogyha jól tudom, akkor itt lesznek akciók, honorálják a donációt. Igen. Magyarországon, úgy mint Európában, mindenhol a véradás és a plazmaadás is önkéntes, ingyenes, térítésmentes. Azonban miután plazmát 3 naponta lehet adni, és mi szeretnénk, hogyha az egészséges, adakozó donorok rendszeresen visszajárnának hozzánk, ehhez nyilván az szükséges, hogy ők idejüket ránk szánják, ezért mi valamennyi kompenzációt, térítési díjat szoktunk adni, illetve szeretnénk az adakozó kedvet bizonyos akciókkal fokozni egy kicsit. Inkább ez kedveskedés a donorok felé. Budapesten és Debrecenben vannak egyelőre jelen, igen, még ugye a Pécsi nyitása előtt. Ott mennyire adnak szívesen, tehát vannak-e visszajáró? A lényeg pont a visszajáró donorok, és mi szeretnénk is Pécset is olyan közösséget kialakítani, mint amilyen Budapesten és Debrecenben is van, hiszen ha a donorok jól érzik magukat nálunk, mi pedig jól ismerjük őket, akkor nagyobb biztonsággal számíthatunk arra, hogy egészségesek, betartják a megfelelő előírásokat, és vigyáznak az egészségükre, hogy a plazmájukat kapó betegek ne kerüljenek
még súlyosabb helyzetbe. Miért pont Pécset választották? Elsősorban számítunk a pécsiek adakozó, adományozó kedvére, másodszorban pedig Budapesten és Debrecenben is azt tapasztaltuk, hogy az egyetemisták között nagyon sokan vannak, akik szívesen részt vesznek a plazmaadásban, és itt Pécset is számítunk az egyetemistákra is. Akik fiatalon hozzászoknak az adakozáshoz, valószínűleg az életük során is ebben a szellemben fognak tovább élni, és nagyon szeretnénk, hogyha Pécset is lennének akár 300-szoros donorok is, mint ahogy az Debrecenben és Budapesten volt már. Hát akkor reméljük, hogy ez minél több embernek felkeltette a figyelmét ez a beszélgetés. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen, és szeretettel várunk mindenkit a Rókus utca 1 szám alatt. Köszönöm. A nézőknek is köszönöm, hogy velünk tartottak. További szép napot, viszontlátásra!